Köszöntöm Önöket a Gödi Televízió Mozog Velünk Sportmagazinját látják, Vasvári Ferenc vagyok. A mai adásunkban vízi sportokkal fogunk foglalkozni, de jöjjenek hátra, már is kezdünk. Hazai környezetben a Szegedi Matyére rendezték az ifjúsági és U23-as kajakkenú világbajnokságot. A versenyen a MAFC kajakosa is rajthoz álltak. Sójondóra kétszer is dobogóra állhatott. Stábunk meglátogatta őket az egyik edzésem. A lányok, a Magyar Kajakenű szövetségnek nagyon nagy lehetőséget kaptatok azáltal, hogy egy 5 hetes edzőtáborban vehettetek részt a szezon elején a felkészülés időszakában, Floridába utazhattatok. Mondjatok pár gondolatot erről az edzőtáborról. Milyen lehetőséget jelentett ez nektek? A legnagyobbat idáig szerintem pályafutásunk során. Ez egy ötletes tábor volt, úgyhogy egyben a leghosszabb is. Én mind szakmailag, mind az élmények szempontjából nagyon jónak értékelem a tábort, és tényleg egy hatalmas lehetőség volt, hogy egy olimpiai bajnokkal készülhettünk öt hétig. Úgy érzem, ez hatalmas motivációt is adott erre az évre. Ki volt ez az olimpiai bajnok? Szabó Gabriellával edzettünk. Ilyenkor mit lehet tőle ellesni, eltanulni? Gyakorlatilag mindent, tehát uh, szerintem tényleg példaértékű volt ott is, és az év további részében is a munkája, mindenhogy a tetszésekhez állt, a hajtás és minden szempontjából. Erika, hogy élted meg? Nekem is szerintem ez egy hatalmas lehetőség volt, és tényleg ilyenben még soha nem volt részünk. Amikor megtudtuk télen, hogy mehetünk, igazából szerintem fel se fogtuk még előtte, hogy milyen lehetőség áll előttünk, de kint voltunk, és tényleg a lehető legjobban indult szerintem a felkészülésünk ezzel a táborral. az előző évekkel, hogyha összehasonlítjátok, ez mondjátok hangsúlyozatok nagy lehetőségén is úgy gondolom, de miben? Tehát az, hogy meleg van, az, hogy együtt vagytok, az, hogy folyamatosan tudtok készülni, nem téli körülmények között, miben jelentett ez nektek nagy előrelépést? Tényleg igazából azt kell mondani, hogy mindenbe, tehát a, a, körülmények tökéletesnek voltak mondhatóak Floridába, nagyon jó vízfelületen edzhettünk melegben, ami uh, szerintem az Európai táborokhoz képest uh, szintén kimagasló volt, hogy gyakorlatilag végig jó időjárásunk volt, és ki tudtuk használni teljes mértékig az öt hetet. Most túl vagyunk egy korosztályos világbajnokságon, Szegedi hazai Rendezési világbajnokságon jöttek szépen az eredmények, hogy mutatkozott meg nektek ez az öt hét? Szerintem nagyon sokat segített és lendített rajtunk évelején ez a felkészülés állóképességileg, és hangsúlyoznám én szerintem hozzáállásban is. Sokat dobott rajtunk biztos az évele is. Eredmények hogy jöttek? Ötödikek lettünk, 4-500 méteren. Igazából nagyon jó pályát jöttünk, úgy érzem, abból kihoztuk a maximumot. A helyezésben egy kicsit jobbra számítottunk, szintén szóval dobogóért hajtottunk sajnos ennyire volt elég a maximumunk. És a másik tesó, Réka? Igen, én is egyet tudok érteni azzal, amit Anita mondott, hogy ö, hazai közönség előtt nagyon szerettünk volna dobogóra állni, és igazából úgy éreztük, hogy azért volt rá esélyünk, de tényleg maximálisan kihajtottunk magunkat, a legjobbunkat adtuk, úgyhogy igazából panaszra nem lehetokunk. okunk. Sajnos ez, hogy most csak ennyire volt elég, ez a mezőny adta. Legközelebb majd azért reméljük jobban sikerül most lassan augusztus következik, mik a következő célkitűzések meg idénre? Jövő hétvégén Szolnokon lesz még egy 23 as magyar bajnokságunk. Ott is mindenképpen fontos a jó szereplés, már csak a kerettagság és egyéb divok szempontjából is. Illetve rá következőleg két hétre lesz Minskbe Fehér Oroszországban nekünk még egy egyetemista világbajnokság, ahol szintén több számban rajthoz állunk. Milyen eredményt vártok? Hát ezt nehéz előre megjósolni, mert nem ismerjük a mezőnyt, ez lesz az első egyetemi világbajnokságunk, de ott is mindenképpen szeretnék a legjobbakat nyújtani, és tényleg majd utána meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Ti második éve vagy többen a sportcsillagok ösztöndi rendszerében, mit jelent ez nektek? Ez is egy nagyon nagy segítség számunkra, hiszen azért még fiatalak vagyunk ehhez a sporthoz, és azért a szövetségen kívül nem túl sok támogatás jutott eddig nekünk, viszont ezzel az ösztöndíjal azért még nagyobb lehetőségek nyíltak számunkra, mind felkészülésben, mind az utazásokban. Örögzölt kérdés, jó felé, félúton vagyunk. Hogy látjátok a következő két évet? Én a következő évben már utolsó éves 23-as leszek, úgyhogy lassan onnan is sikerül kiöregedni. Fontosnak tartom már jövőre is, mindenképpen be kéne törni a felnőtt mezőnybe. És hát igyekszünk, igyekszünk Rió felé, meglátjuk. Réka, egy picit fiatalabb vagy, hogy vagy? Igen, azért én még jövőre is az u 23 fog koncentrálni, meg valószínűleg ez az utáni évben is, de tényleg most már nagyon fontos, hogy minél közelebb kerüljünk a felnőttekhez. Azért két év az elég sok, és nehéz így előre megmondani, hogy Rio, tényleg igyekszünk felé, de ha nem is érünk még oda két év múlva, azért még vár rá négy évünk utána. Dori, túl vagyunk egy ragyogó hazérendezés világbajnokságon Szegeden dobogorra állt el. Igen, nagyszerű élmény volt hazai közönség előtt dobogorálni kétszer is. Szerintem az minden sport hogy hazai közönség előtt ö, versenyezhessen, és nagyszerű élmény volt. Mik voltak ezek a számok? K4 500 méter és K2 500 méter. Hogy látod korosztályodban a nemzetközi élvonalat? Eléggé erős, hiszen mindenhol erősek a kajakosok, de oda lehet élni. Számítottál arra, hogy a világ legjobbja lesz-e? Reméltük, hogy mindkét számban dobogósok lehetünk. Nyilván azt szeretjük volna, hogy mindkét számban nyerünk, de ennyire volt elég. Mennyi munka van ebben? Több éve ezért um, edzek, hogy kijösszek egy világbajnokságra, úgyhogy eléggé sok. Te nagyon szoros csatában voltál a korosztályodban arra, hogy kiusson a Nanjing Olimpiára, ugye Szingapurban volt az első négy évvel ezelőtt, nagyon ott voltál a tűz közelében, de még se jutottál ki, hajszálom múlott, mennyire viselt ez meg, vagy hogy élted ezt meg? Igen, sajnos ez nem sikerült, és jó lett volna, hogyha én jutok ki, de így, hogy kijutottam a világbajnokságra, sajnálom nyilván, de nagy lehetőség lett volna, de így azért örülök, hogy világbajnokságra kijutottam. És ott egy világbajnoki cím? Igen. Mi a következő ö, időszak terő? Mert ugye most már augusztus jön, lassan megyünk ki a szezonból, mik lesznek még a versenyek a hátralévő időszakban? Jövő hét végén még lesz a ifjúsági magyar bajnokság, ott is jól kell szerepelni. Utána lesz egy ifjúsági olimpiai remények versenye, oda is kijutottam, és még szeretnék pár számban kvalifikálni. Ö, utána meg szeretném próbálni a maraton világbajnokságra kijutni, aztán jövőre ismét egy világbajnokság a cél. Hogy látod, még, melyik számok mennek neked jobban a maratoni, vagy inkább a síkvízi, gyorsabb, rövidebb számok? E, igazából mindkét szám jól megy szerintem, e, attól függ, hogy hogy, hogy készülünk fel Milyen céljaid vannak a kajakjanú sportákban? E, szeretnék mindenképp kijutni majd egy olimpiára, talán nem a következőre, de az az utánira igen. Tokió után csinálunk interjút? Az Szeretn 2020. Szeretnék, igen. Bence, hogy értékeled az eddigi szezonodat? Hát viszonylag jól sikerült az éveleitől kezdve. Maratonon harmadik tudtam lenni, ami elég jó eredmény. Igaz, hogy megnyerni akartam, de most így sikerült. Ezután Diák Olimpia következett, ott első tudtam lenni, nagy versenyzés árán. Az, az, a verseny is jól sikerült, elégedett vagyok az én teljesítményemmel. A felkészülés eléggé sikeresen ment, most a Budapest bajnokságon két második helyet és egy első helyet tudtam megszerezni. A Boronkai György gimnáziumba fog tovább tanulni. viszonylag jó lett a bizonyítványom, melyek érdemeltem a jó tanuló, jó sportolói. Öm, oklevelet. Hogy tudod összehasonlítani azt, hogy a Huzellába jártál, tényleg most végeztél jó tanuló, jó sportolóként, és amellett, hogy ilyen eredményeket érsz el a sportban, nagyon jó eredményeket érsz el a tanulásban is. Összeegyeztethető? Úgy látod? Én úgy látom, hogy összeegyeztethető a tanulás és a sportolás is. Öm, sokan mondják azt, legfőképpen a tanárok, hogy nem szabad uh, tanulás mellett sportolni, mert lerontja rontja a teljesítményt, de szerintem csak javít rajta. Mentszen, milyen terveid vannak még idénre? Az országos bajnokságon szeretnék uh, még részt venni és jól teljesíteni, amely kvalifikál a ORV-re, az olimpiai reménységek versenyére. Ott is szeretnék jó helyzést elérni és bekerülni a uh, keretbe, a válogatottakhoz. És még talán a maraton. Uh, válogatón is szeretnék elindulni, ha nem sikerülne az országos bajnokság. Most még ugye serdülő korosztályú versenyző vagy. Milyen tervét vannak a kajakkenú sportákban? Mondjuk van egy kulifai Tamás <laughs> kedves rokonod, aki nagyon jó példát mutat neked az olimpiai térmével. Hát igen, én is szeretnék jól teljesíteni majd felnőtt koromban is, és világvernösenyeken részt venni, és ott jól szerepelni. Olimpián szeretnék indulni, ha majd jól sikerül, de tanulást is szeretném előrébb helyezni, hogy majd tovább tudjak tanulni főiskolán esetleg. Csaba, hogy látod a hagymás lányoknak az öt hetes floridai jegyzőtábor mennyire jött be? Hát, mint élmény, szerintem fantasztikus volt nekik. Öt héten keresztül nagyon jó környezetben, nagyon szép tájon, nagyon jó körülmények között tudtak készülni, napi kétszer igazából más nem vonta el a figyelmüket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó volt. Meg hát élménynek is egy nagyon nagy jó dolog. Elég szűk volt eleve a kapcsolatban, utána jött egy világbajnokság, most nem is a régen Szegeden, ahol ötödikek lettek, és ezt az eredményt, hogy értékeled? Hát maga az ötödik hely, az a pályányújtott teljesítményük az, az jó volt. Tehát ebben a négyesben nem volt több. Viszont azt gondolom, hogy összességében túl sok vasat tartottunk tűzbe, és emiatt nem jött ki az az eredmény, amit igazából vártam. Miről beszélek? Ők K2-200 méteren kivívták a felnőtt erőbajnokságon bajnokságon való indulás jogát. Ezt lemondtuk az, az 23 as világbajnokság miatt. Lemondtuk, lemondatták az, aki az 23-as VB-n indult, az nem indultott a felnőtt elbén. Két számba voltunk érdekeltek, K2 500 méteren is ők nyerték a válogatót, de mivel a felnőtt válogatón is kiválóan szerepeltek, és harcba voltak a felnőtt VB való indulásért, ezért túl sok energiájukat vette el ez a harc, ami aztán végül nem sikerült. Így magáért az 23 200 500-as páros számér már hogy úgy mondjam, nem maradt energiájuk, és így kikaptak az úgynevezett szétlövésen, ahol egy másik páros megverte őket, és így maradt a két számból egy szám. Úgyhogy, úgyhogy, egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy nem is azt mondom, hogy túl sokat akartunk, hanem hogy túl sok lehetőség adódott hirtelen, és ahhoz képest végül is ez a ötödik hely, mondom, jó, mert ebben a négyesben nem volt több. De viszont párosba ha ők indulnak, akkor én azt gondolom, hogy dobogós helyezést elértek volna. Ellenben, sajnálom Dóra, aki kétszer is dobogóra állhatott, majd hogy értékeled? Hát Dóri idén egy nagyon nagy változáson ment keresztül. Aki látta, ismeri, az tudja. Nagyon profivá vált, de egy, a második az, hogy, hogy sikerült rábírnom, bár furcsán hangzik ez, rábírnom, hogy, hogy változtassunk a technikáján. Először még idegenkedett tőle, hisz egy 6-8 éves mozgás kellett, hogy úgy mondjam, formálni reformálni, de végül is ez megértette, hogy ez fontos, és így egy nagyon látványos ö, fejlődésen ment keresztül. Már tavasszal, ahogy ö, az edzőtáborra lementünk, már ott mindenki arról beszélt, hogy hú, ez a Sojondor milyen jó levez. És, és tényleg, valóban azt gondolom, hogy most nagyon megtalálta azt a technikát, amivel haladni lehet. Ezek voltak a kiemelkedő eredmények a Mavzkai Kossé részére. Milyen egyéb eredményeket értek el a csapatot tagjai hazai vizeken? Hát még azért hozzátenném, hogy volt egy Fereisták Péterünk, aki nagyon sokáig a VB csapatba volt kvalifikálva, sőt, hát tulajdonképpen, mint tartalékként szerepelt is a világbajnokságon, de sajnos nem tudott kijutni és így az erhó bajnokságon indult, ahol nyolcadik helyezést ért el. Ö, hogy is mondjam, Petinek is egy, egy nagyon ö, ö, nagy változás volt ez az év, ugye tavaly még ö, csak maratonban eredményt elérni, idén már síkvizen is ö, bontogatta szárnyait, jól ment, ö, már tavasszal az edzőtáborba is ö, ö, ki akarták őt emelni, négyesbe akarták rakni, sőt, hát be is került a VB négyesbe, de de aztán úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy ö, azt onnan kikerült. Azt tudom mondani, hogy a Freistag pedig nagyon sokat fejlődött, nagyon szépen előrelépett, és közel van ahhoz, hogy síkvizen is ö, ö, szép eredményeket érjen el. Hát Luczó Bence ö, az egyik ilyen kiemelt ö, ö, nagy tehetségű versenyzőnk. Mellette még Gecse Marci, vagy, vagy akár még említetném Varga Dominiket, akik ö, ö, Mihalik Flórát, akik ö, kezdik bontogatni szárnyaikat, és azt gondolom, hogy egy-két éven belül ö, az ifi ö, fognak tartozni ők is. Ja, ugye ö, Lucó Bence magyar bajnok volt, maratonon. Most hétvégén nagyon bízom benne, hogy, hogy ezt síkvizen is meg tudja ismételni. De ugyanígy el tudom mondani, hogy Gecse Marciék, Varga Dominikkel már az ifjúsági válogatón serdülő létükre döntözni tudtak egyesbe is, mindkét távon, 500-on is, ezlen is, sőt, párosba is a dobogók közelébe voltak. azt azt gondolom, hogy jövőre már ott, ott, lesznek a dobogó, akár a dobogón is. Milyen terveitek vannak még az idei esztendőre? Hát van még egy EORV versenyünk, helyesebben ORV versenyünk, olimpiai reménységek versenye, ahol hát szeretnénk minél jobb számba részt venni. Van azt gondolom Sólyom Dóri, a Gecse Marcia, a Lucó Bence, esetleg a Vargadomi, Mihalik Flóra, ők potenciálisan esélyesek arra, hogy induljanak. Aztán egy, hogy úgy mondjam, még komolyabb tervünk is van, ez a maraton világbajnokság, ami oklahoma lesz, ami egy elég csábító lehetőség. Hát ott akár felnőtt, akár 23 ifi szinten szeretnénk képviselni az országot. Augusztus 20-án kerül sor a belépés családostúr programsorozat következő állomására a Vizi Családi Napra. A részletekről Wagner László főszervezőt kérdeztük. Vizi napon belül ez a most már egy pár éve a Gödi Sárkányhajó Kupa, amióta Gödnek már két sárkányhajója van, így nagyon könnyű megoldanunk a versenyeztetést, általában két hajóba ülnek a, az emberkék, és akkor egymással versenyeznek. Szerencsére több olyan emberünk is van, aki versenybírói, végzettséggel rendelkezik, tehát tényleg szinte egy ilyen a nemzetközi szabályokat is betartva tudjuk ezeket a versenyeket lebonyolítani. Úgyhogy, de ettől nem szabad megijedni, mert azért, ahogy általában a becsal, tehát inkább ez a szabad idősportról szól, tehát verseny, de tavaly például az nagyon érdekes volt, hogy már tíz csapat nevezett, és akkor nézzük, na, már, majdnem egy tizenegyedik is össze, és akkor ahhoz kéne pár, itt a strandon összeszedtünk még egy csapatot, tehát végül is akkor így két csapat, tök amatőr módon, de hát olyan jó kedvően hangulatosan versenyeztek, hogy gondolom, hogy ha jó idő van, idén is eljönnek, és már lehet, hogy előre fognak nevezni. Na szóval a lényeg, hogy, hogy hát családi csapatokat is várunk, de természetesen baráti társaságokat, meg akár, hogyha van egy, egy cég, akkor, és ott össze tudják szedni a 18-20 fős csapatot, akkor őket is várjuk. Tehát akinek kedve van, aki szívesen van lent a Dunán és szereti a vízisportot, az evezést, az nagyon jó lenne, hogyha eljönne. És idén is hát az a színesebb a program, hogy amikor épp nincs futama egy pár csapatnak, akkor a, ha gyerekkel jönnek, akkor itt lesz a Dunakaland alapítványnak van ilyen mobil kötérpálya, a verci idejön, és itt a animátorokkal kialakítják ezt a pályát, és ott, ott lehet ezen próbálkozni, aztán pingpongozni lehet, majd tollaslabdázni, és itt a helyi két vendéglő, a Dunapart vendéglő, meg a Széchenyi Csárda nagyon Szívesen kiszolgálják, majd várják a vendégeket, jó ellátást biztosítanak, és este felé pedig így a versenyek után még lesz egy koncert is. A Maxisán nevű együttes lép föl, Vihman Tamás ígérte, hogy már naptárjába beírta, hogy jön, és az eredményhirdetésnél. Ő segít, ő adja át az érmeket, mert lesznek érmek, lesznek kupák, lesznek külön díjak, úgyhogy megpróbálunk minden olyasmit hát, produkálni, hogy, hogy minél vonzóbb legyen ez az esemény, fölkeltsen előre is az érdeklődését. A, az embereknek, és akkor reméljük, hogy egy, egy szép, jó nappal ö, hát lesz gazdagabb mindenki, amikor hazamegy, és még mivel a, ugye ez a városi ünnepséghez is tartozik, ez a 20. rendezvény, este pedig itt most Alsógödön lesz a a tűzi játék este kilenckor. Tehát aki ezt választja, nem is mondtam az elén, tehát alsó gödön lesz most megint, úgy ahogy tavaly, mert volt amikor egy pár éve felső gödön, de itt fogjuk a, sárkányok sárkányó versenyt tartani, és akkor ha valaki 11 körül már idejön, akkor már evezhet, aztán majd versenyezhet, és akkor este felé pedig, ha bírja szusszal, akkor még a tűzi játékot Megnézi, és akkor utána is még az egész napi élményeket meg lehet beszélni itt egy-két sör mellett. Mikor és hol lehet nevezni, kell -e előnevezni? Igen, ez nagyon lényeges. Most már tavaly ez bevált, hogy előnevezést vártunk, és, és tényleg hát, tíz csapat meg is tette ezt, úgyhogy idén is augusztus 18-ig várjuk, pedig a Becsal 6, Kukac és gmail.com e-mail címre, illetve hát esetleg a, az én telefonszámomon is lehet, ezt meg meg lehet találni a honlapon, a belépéssaládostul.mindenkilapja.hu-n, de a göthu is majd most már egy héten belül fölkerül a program, úgyhogy akit ez érdekel, ez biztos, hogy, hogy ezeken megnézheti és, és informálódhat a, a részletekről. Azt azért még árul el, hogy aki most először ülne sárkán, jobb egyrészt megteheti-e, másrészt hány fős csapatokban gondolkodjanak? Igen. A, tehát úgy néz ki, hogy két hajó biztos, hogy lesz, de, de épp érdekesség ez is, hogy Dunakesziről érdeklődtek. A, egy hete körülbelül, hogy jönnének, nekik is van hajójuk, följöhetnek -e. Majd meglátjuk, tehát még az is lehet, hogy három hajón itt lehet folyamatosan, akár versenyen kívül is ugye egy szabad hajó lesz, amin lehet evezgetni. És hát 18-20 fő indul mindig. Itt majd akkor kialakítjuk ezt, hogy akkor 18 legyen a versenyben, vagy 20 fő de az biztos, hogy nem kell aggódni, még a gyerekek közül is, a hat éves is beület, tehát mentőmellényeket biztosítanak a hajó tulajdonosok, kormányost is, és a, az úszni tudás sem alapvető feltétel, persze, hogy nagyon jó lenne, de a mentő az... az biztos dolog és, és hát még itt a tíz elmúlt körülbelül 8 éve volt az első alkalom, hogy itt sárkányoztunk, még soha nem láttam, tapasztaltam borulást, tehát nyugodt lélekkel el lehet jönni a kicsikkel is, meg azok is beületnek, akik nem nagyon tudnak úszni. Köszönöm figyelmüket, a Mozog Velünk 51. adását látták. Ne felejtjék, www.göditémák.hu, kattintsanak és nézzék meg korábbi adásainkat is. Egy hét múlva újra várom Önöket. Viszontlátásra!